Különleges jubileumot ünnepeltek szombaton a Szolnokvárosi Tehetséggondozó Szakkollégium Gyermekváros utcai tagintézményében. A program működésének 20 éves évfordulójára meghívták elindítóját, Botka Lajosnét, a gimnázium címzetes igazgatóját, és Justin Lászlót, a kollégium címzetes igazgatóját is. A programra kiírt pályázatot két évtizede a Varga Katalin gimnázium nyerte el, és viszi azóta is sikerrel, szorosan együttműködve a kollégiummal. Amikor elindult ez a program, akkor az országban 3000 diák volt az Arany János Tehetséggondozó Programban. Ez a szám gyakorlatilag nem változott, de talán pont amiatt, hogy a hátrányos helyzet irányába tolódott el, a bemeneti csatornák leszűkültek, és azt vettük észre, hogy egyre kevesebb és kevesebb diák jelentkezik ebbe a programba. Nyugat-Magyarországon jellemzően kevesebben, Kelet-Magyarországon többen, tehát mi tudtunk válogatni azért a diákok között. Ma fél osztállyal működik, de 2020-tól ismét megnyílik a programba jutás lehetősége a kis településekről érkezők előtt is. A szakmai innovációként ismert egyedülálló tehetséggondozó módszer speciális pedagógiai munkát kívánt, emelte ki a kollégium igazgatója. Eredményes pedagógiai munkánk alapja az, hogy megfelelő felkészültségű, a tanulók élethelyzetét jól ismerő tanárok alkotják a tantestületeket, az együttműködésre alapozva. Egyéni segítések, személyre szabott programok, tanulmányi kirándulások fűszerezik az IET-sek életét. Ebben a programban tanult Brigitta is, aki ma már orvosként a Hetényi Géza Kórház szülészetének rezidense. Én egyke gyerek vagyok, úgyhogy én ebben a programban tanultam meg alkalmazkodni és több diáktársakkal együtt élni, illetve hát én azt gondolom, hogy a sok program és a rengeteg akár tanulmányi kirándulás mind-mind arra ösztönzött, hogy egy olyan egyetemen tanuljak, ahol magas szintű diplomát szerezhettem. Ádám ugyancsak 2012-ben végzett, ma már Budapesten dolgozik mérnökként. Tanulmányi kirándulások szempontjából szerintem felbecsülhetetlen, amit kaptunk. Én magam 4 országban jártam a programnak köszönhetően, és korábban erről pont beszélgettünk, hogy gyakorlatilag nem tudok olyan helyet kiszúrni Magyarország térképén, aminek a 20-30 kilométeres körzetében ne láttuk volna az összes látványosságot. Másfelől talán még amit megemlítenék, az a társadalmi rálátás. Ugye itt nagyon sok helyről érkeztünk, nagyon sok féle emberek voltunk, és egymásnak az elfogadását, egymásnak a megértését megtanulni még egy nagyon nagy dolog, amit itt kaptunk, és ezt magunkkal vihettük. A jubileumi rendezvényen a tehetséggondozó programban tanuló diákok adtak színes műsort a meghívott pedagógusoknak, a jelenlegi és az egykori diákoknak.